Mezőgazdasággal folytatjuk, a következő vendégünk a Fidesz országgyűlési képviselője, a MAGOSZ elnöke, Jakab István. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! És ugye a múlt hét végén derült ki az, hogy ezen a héten pénteken az áhonyi határnál fognak tiltakozni a magyar gazdálkodók az ellen, az Európai Bizottsági döntési ellen, ami egy évre újra lehetővé teszi az ukrán termények vámmentes behozatalát. Próbáltam itt faggatni az előző beszélgetés alatt, hogy mi az, amit tudunk erről a tiltakozásról, hogy aki arra jár pénteken, mire készüljön, mennyien lesznek ott, figyelemfelkeltő vagy abszolút a forgalmat akadályozó demonstráció lesz, mit lehet tudni? Azt gondolom, hogy a vita most zajlik. Nagyon jól fogalmazott, hogy nem csak a 4 termékre adták meg a teljes vámmentességet, hanem például most, amit tiltunk, mind a 23-ra. Sőt, még nem látjuk, hogy ezután mi következik. Tehát ez most eldőlt, hogy a többi, főleg a frontországokkal összefogva, tehát az Ukrajnával, a szomszédos országokkal összefogva érdemben közös fellépést kívánunk megvalósítani. Azt hiszem, hogy ez lesz most az a demonstráció, ahol egyértelművé tesszük, hogy nincs tovább. Na és hogyan? Tehát, hogy mennyien lesznek ott, milyen típusú megmozdulás? Magyarország lesz ott, a magyar gazdák lesznek ott. Tehát, hogy sokan lesznek, arra számít. Teljes összefogással, ma hétfő reggel van, pénteken lesz. Azt gondolom, hogy a hét az valószínű azzal telik el, hogy a gazdák eldöntik, hogy milyen módja lesz a megmozdulásnak, mennyien lesznek, kik jönnek el, milyen formában lesz a tiltakozás. Ez a jövő zenéje, van még jó néhány nap. Ugye Magyarországgal együtt Lengyelország, Szlovákia is bejelentette már korábban, és ezt most fenntartja, a behozatali tilalmat. Ez a megmozdulás akkor inkább az uniónak szól, a magyar gazdák és a szomszédos ország gazdáinak a helyzete mennyire rendezett attól, hogy a tilalmat fenntartják ezek az országok? Hát bennünket azzal fenyegetnek, hogy kötelezettségszegési eljárást indítanak ellenünk, amennyiben nem veszük tudomásul, hogy az ő döntésük az megfelebezhetetlen, tehát nekik úgy érzik, az a joguk, hogy az európai gazdákat tönkre lehet tenni. Az a joguk, hogy egy 41 millió hektár kiváló minőségű termőföldet művelő ország gazdái úgy árasszák el Európát, hogy közben semmilyen olyan kötelező előírás betartása nem vonatkozik rájuk, ami egyébként ránk teljes mértékben. Azt az ellentmondást hogyan lehet feloldani, hogy a gazdáknak nyilván nagyon rossz, hogyha dömpingáron hozzák be ezeket a termékeket, viszont a fogyasztó meg lehet, hogy örül neki, hogyha olcsóbban jut hozzá? Hát akkor nézzünk a dolgok mögé egy kicsit. Mi eddig 20 féle olyan hatóanyagot azonosítottunk be, amit az Európai Unióban minimum 10 éve már kitiltottak. Vegyszerekről, növényvédőszerekről, műtrágyahatóanyagokról és minden másról beszélek. Egy. Ezek egészségkárosító? Milyen típusú hatásról? Gyakorlatilag azért van kitiltva, mert az emberi egészségre teljes mértékben veszélyes. Ezt ki azonosította be? Mennyire megbízható? Hát ez megfelelő szakértői vonal, teljes körűen, tehát ezt lehet látni a különböző honlapokon, meg lehet ismerni, milyen hatóanyag, melyik milyen betegséget okoz. De akkor azt az Unió szabadon ráengedni a saját lakosságára? Az Unió egy nagyon kedves lépést tett. A küszöbértékeket lejjebb hozta. Tehát megfelezte. X mennyiség, mikrogram vagy milligram lehetett eddig, most azt levitte a felére. Ettől még az ott van, ettől még az emberi szervezetben az felhalmozódik, és nagyon komoly betegségeket okoz. Egy. Kettő. Az Európai Unióban gyakorlatilag bennünket olyan komoly környezet- és klímavédelmi intézkedésekre köteleztek, ahol megfelezik a műtrágyát, még egyszer mondom, még a ma hatékony és egészségre nem káros növényvédőszereket is kivonják, úgy, hogy helyette nincs másik. Tehát van egy teljes káosz a bizottságban, ők úgy gondolják, hogy a gazdaság úgy működik, hogy hozunk egy rendeletet, és holnap azt mindenki betartja. Csak ugye az üzenet az, hogy a gazdaság nem így működik, hanem a gazdálkodásban az egész termelési folyamatot végig kell gondolni, annak eszközrendszerével, a szükséges inputok beszerzésével, a készleten lévő inputok felhasználásával. Tehát ez egy egészen más világ. Aki nem ért hozzá, az nagyon jó, ha megkérdezi azokat, akik ezt művelik. Ugye ön is úgy fogalmazott, és a MAGOSZ is a közleményében, hogy jó helyzetben vannak a magyar gazdák, mert nem kell tüntetniük olyan könnyítésekért, amiért szerte Európában most tüntetnek a gazdatársak. Kérem, hogy kommentálja Már András véleményét, ugye a MOSZ főtitkár helyetteséről van szó, aki azt mondja, hogy szinte az Unióban a legrosszabb helyzetben a magyar gazdák vannak, mert hogy hektáronként 60 000 forintos nagyságrendű veszteséget szenvednek el, nem tudják olyan áron eladni a terményeiket, ahogy azt megtermelik, miközben gyakorlatilag minden kiadásuk emelkedett, ugye a üzemanyagkiadás, alkatrész bevásárlás vagy cserekiadás is emelkedett, látom, hogy nagyon mosolyog, illetve amit még említettek, pont a műtrágya, mert hogy az energiárak is elszálltak, és ugye a műtrágyának pedig az az alapja, hogyha magasabbak az energiárak, akkor a műtrágya is drágább lesz. Engedje meg, hogy én a Már úr álláspontját ne kommentáljam. Miért? Azt gondolom, hogy nem illik úgy vitatkozni, hogy valaki nem szemtől szembe ül. Szerintem ezt így önnek is elmondaná. Bocsásson meg, én nem kívánom a Már urat kommentálni. Nekik mindig megvolt a lehetőségük arra, hogy érdemben fellépjenek. Ezt én a vitát lezártam már vele is, meg mindenkivel mással. Egy dolgot viszont szeretnék elmondani, hogy amit a Már úr említett, azért azt látni kell, hogy az egész Európára pontosan az a durva intézkedés sorozat vonatkozik, ami miatt az árak beszakadtak, ami miatt a piacok gyakorlatilag működésképtelenné váltak, ami miatt most már nem csak a frontországok szenvedik el a nehézségeket, hanem a régi tagállamok is, például nem véletlen vannak a franciák, a németek, a hollandok, a belgák, nem véletlen vannak az autópályákon, nem véletlen van az a durva támadás. Amit viszont a magyar kormány megtett, az az, hogy gyakorlatilag, ha megnézi a magyar adórendszert, ma Európában a legjobb adórendszere van a őstermelő és családi gazdaságoknak, a legkedvezőbb adórendszere. Ha megnézi azt, amiért kint vannak az utakon ma Berlinben, vagy Német, vagy Franciaországban, Hollandiában, hogy a gázolaj jövedéki adó visszatérítését megvonták a német gazdáktól. A magyar kormány nem megvonta, hanem emelte a visszatérítés mértékét. Miért van az, hogy a francia vagy a német árakhoz képest lényegesen kevesebbet adnak a gabonaolajos növények felvásárlásáért Magyarországon? Nézze, azért mondom, nem kommentálok. De ezek tények, nem? De az árak FOB Rouen. Tudja, FOB Rouen. Nekünk Békés-megyéből Rouenbe szállítani a gabonát, az mennyibe kerül? Tudja, megduplázódtak a szállítási költségek, vagy megháromszorozódtak. Tehát amikor a magyar árakat viszonyítjuk például a francia árakhoz, akkor azt kell látni, hogy a szállítási költségek miatt az árak nagyon jelentős mértékben változnak. És az energiaköltségek? Mert ugye arra is hivatkoznak a gazdák, hogy azok is nagyon elszálltak. Magyarországon és Európa összes gazdaságában. Hát ezt az egész energiaőrületet, amit megcsináltak, hogy a vezetéket felrobbantja, közben LNG terminálokat épít, aztán az Egyesült Államok bejelenti, hogy hát most már nem tudunk annyi gázt adni. Ez nem magyar jelenség. Ez európai jelenség, amit európai módon, európai színvonalon kell kezelni. Mégis a magyar gazdák panaszkodnak a nagyobb veszteségre. Hát természetes, hogy hogyne. Hát amikor 130-140 000 forintról lement a búzára 50-55 000, maximum 60 000 forintra. Hát el tudja képzelni, hogy megfeleződik. Akkor, amikor 400%-kal nőtt a baromfi hús importja Európai Unióba, akkor, amikor a tojás úgy szintén. Tehát gyakorlatilag ellenőrizetlen körülmények között előállítva féláron, minden követelményrendszer nélkül, és ez zúdítja rá a piacra. Ez még egyszer mondom, nem magyar jelenség, hanem ez európai jelenség, amit gyakorlatilag az európai gazdáknak kell helyre tenni, ezért fogunk össze, ezért működünk együtt. Itt volt, nemrég volt itt a Brandini úr, az Coldiretti elnöke. Én a múlt évben tárgyaltam a Német Paraszt Szövetséggel, akkor még ők egy kicsit nyugodtabbak voltak, most már látjuk, hova jutottak. Azt gondolom, hogy ez közös felelősség. Pénteken Záhonyban majd a többit elmondom. Jakab Istvánnak, a MAGOSZ elnökének köszönjük szépen, hogy itt volt. Gál Andrással folytatjuk egy rövid reklám után.